Nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Speranza Reménység televízió csatornáját követik. Köszönöm önöknek, hogy velünk tartanak a mai alkalommal, amikor a záró beszélgetésre kerül sor ebben a negyedévben a Márk evangéliumából. Csodálatos történeteket, eseteket tanulmányoztunk át Jézus életéről, és a mai alkalommal a legdicsőbbet, hiszen Jézus Krisztus feltámadott. A beszélgetésünknek címe a feltámadott Úr. Az alapige a Márk evangéliuma 16. fejezet 6. versében így hangzik, az pedig mondta nekik, ne féljetek. A názáreti Jézust keresitek, aki megfeszített, föltámadott, nincsen itt. Íme a hely, ahová őt helyezik. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Szabó József lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szeretettel, jó szívvel. Szeretettel köszöntöm Csergezán Bernárd lelkipásztort, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm én is a meghívást. Egy héttel ezelőtt a tanulmányunkban szomorú eseményekről beszélgettünk a meghívottakkal, és tanulmányoztuk mind a otthon és a gyülekezetekben, hiszen Jézus Krisztus keresztre feszítésének eseményeit már egy második alkalommal tanulmányoztuk át. Talán az első bevezető gondolatkérdés az lenne, hogy mit érezhettek a tanítványok akkor, amikor Jézust eltemették, amikor gyászban voltak, amikor sokat reméltek Krisztus felől, és oly kevésnek látszott megtörténni mindabból. Lehet, hogy nem tudjuk felfogni a valóságban, mit éreztek ők, de úgyha gondoljuk és átéljük azt, amit érzünk mi, amikor valakit elveszítünk, akit nagyon szerettünk, és akiben reménykedtünk, akkor levonhatunk tanulságokat. A valóság az, hogy annyira nyomást hagyott rajtuk ez, hogy amikor megtörtént a csoda, a feltámadás csodája, azon a reggelen nem tudták elhinni a jó hírt, annyira el voltak csüggedve, annyira el voltak keseredve, hogy elveszítették azt, akit annyira szerettek, és akiben annyira bíztak. A valóság az, hogy nem tartott sokáig ez, hanem hamar helyre jöttek, habár Jézusnak meg kellett fedni is őket, de az életük megváltozott, szolgálatuk megváltozott, mindaz, ami beárnyékolta addig az ők életüket, az hátuk mögött maradott, és új reménnyel útnak indultak. Még hozzáfűznék itt valamit. Tekintettel arra, hogy az elvárásaik Jézus Krisztusról, Isten országáról más volt, mint az Isten terve, éppen ezért ők azt hitték, és azt várták, hogy az Úr Jézus Krisztus király lesz, felkenetik, és akkor megalakítja a földön a dicsőség országát, és a rómaiakat kiűzi. Tekintettel erre, hogy ez volt az elvárásuk, az Úr Jézus bár figyelmeztette előre, nem voltak felkészülve a halálára, nem voltak felkészülve a szenvedésére, éppen ezért a csalódás óriási volt. Már Jézus mondotta, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én. Itt volt az óriási nagy baj, amely lassan-lassan az Úr Jézus különleges kegyelme által helyreállt. Köszönöm ezeket a bevezető gondolatokat. Szeretném, hogyha most nagyobb terjedelemben felolvasnánk az ígéket, amelyek Jézus feltámadásáról szólnak, hogy hogyan is történt ez a Márk leírása alapján, és utána megkezdenénk a gondolatokat tovább átbeszélni. Olvasom a Márk evangéliuma 15. fejezet 42. versétől, de át fogunk térni a 16. fejezet első néhány versére is. És mikor immár estelőn, mivel hogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap, eljöve az arimátiai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát, beméne bátran Pilátushoz, és kéri Jézusnak testét. Pilátus pedig csodálkozik, hogy immár meghalt volna, és magához hivatva a századost megkérdé tőle, ha régen halt-e meg, és megtudván a századostól odajándékozzá a testet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt begöngyöli a gyolcsba, és elhelyezi egy sírboltba, amely kősziklából vala kivágva, és követ hengerít a sírból szájára.
Mária Magdaléna pedig és Mária, a Józsi anyja, nézik valahová helyezik. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária, a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén megkenjék őt. És korán reggel a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfeltekor, és mondják vala maguk között, kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról. És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy vala. És bemenvén a sírboltba látának egy ifjút ülni jobb felől fehér ruhába öltözve, és megfélemlének. Azt pedig mondta nekik, ne féljetek, a názareti Jézust keresitek, aki megfeszítetett, föltámadott, nincsen itt, íme a hely, ahová őt helyezik. Nagyon sok információ van ebben a leírásban, és szeretném, ha lépésről lépésre elemeznénk ki, leghamarabb azt, hogy Pilátus hogyan viszonyult a helyzethez, és miért volt ez a meglepődés a részéről, elcsodálkozás, hogy Jézus már megpihent. Természetes, Pilátus meglepődött azért, mert általában a kivégzés, az élet sokkal hosszabb idő alatt szűnt meg. Nem tudta elhinni, ezért hívta a századost is, hogy bizonyítsa neki ezt a dolgot, és amiután bizonyította neki ezt a dolgot, azután történt meg az, hogy ő egyet értett és átadta Jézus testét Józsefnek. Itt is egy csoda történik, itt is az írás teljesedik be, hiszen Jézus Krisztus nem ölték meg, hanem Jézus jó szántából adta át életét az emberiség megváltásáért. Ha ezeket a gondolatokat figyelembe vesszük, akkor másképp állunk hozzá ehhez a képhez, a bibliai képhez, amit feltár Márk evangéliuma mi számunkra. Arimátiai Józsefről olvasunk, aki kikéri Jézusnak a testét, és azt olvassuk róla, hogy egy tisztességes tanácsbeli személy, aki várta Isten országát. Ez egy részinformáció ebben a leírásban miért olyan fontos? Arimátiai József és Nikodémus két tanácsbeli tag, akik dúsgazdagok voltak, roppant gazdagok, Josephus Flavius azt írja róluk, hogy olyan bőségük, gazdagságuk volt, hogy el tudták volna tartani Jeruzsálem lakóit évekig, ha körül zárják, és sehonnan nem kapnak utánpótlást. Arimátiai Józsefnak szava volt, ismerte Pilátus, ismerték őt, ezért amikor kéri, nem húzolkodik, és amikor meggyőződik, hogy Jézus meghalt, akkor azonnal átadja Jézusnak a testét, hogy el tudja temetni úgy, ahogy azt ő elgondolta. Egy rövid gondolatot, ha még megengedsz. Engem meglep az, hogy az a tanács, amely elítéli az Úr Jézus Krisztust halálra, abban a tanácsban léteznek emberek, akik hisznek a megváltó Jézusban. A másik dolog, ami csak meglepő, az, hogy ez az ember tekintéllyel bírt, és tekintélye nyomán Pilátus egyszerűen átadja a testet neki. Az eset körülményei meghatározóak azzal vagy arra az ünnepnapra vonatkozólag, amit a Biblia megadott, leírt Isten parancsa szerint. Én azt gondolom, hogy nem véletlen az, amit olvassunk, hogy késő péntek este délután vették le a keresztről, szombaton pihent a parancsolatok szerint, ahogy olvastuk, és aztán a hét első napján kerül sor a feltámadásra, jönnek az asszonyok megkenni Jézus testét. Miért olyan fontos nekünk ez, ahogy így be van mutatva, fel van jegyezve Jézus halála, pihenése és feltámadása? A napokra gondolok, a szombatra, amit Isten rendelt el. Hozzáfűznék itt valamit, roppant lényeges dolgot. A Biblia beszámol arról, hogy 9 óráig, Jézus Krisztus haláláig, tehát a mi időszámításunk szerint délután 3 óra, 9 óra, 6 órától 9 óráig sötétség volt. 9 órakor pedig Jézus
elmondta a keresztnek azt a kiáltványát, hogy elvégeztetett, amelyet azonnal követett, atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, Jézus halála bekövetkezett. Következik azonnal az a drámai kép, amelyben a százados látva az eseményeket, látva azt, ami történik, kijelente, bizony Isten fia volt, gyakorlatilag itt történik az idő, rövid idő, délután 3-tól este 6-ig, tehát 3 óra állt rendelkezésükre, hogy elmenjenek Pilátushoz, kikérjék a testet, hogy Nikodémus hazamenjen, nagyon sok drága kenetet hozzon, mert nem az asszonyok kenetét használták fel a Jézus temetésére akkor, ebben a rövid időszakban, hanem a Nikodémus drága kenetét, és Arimátiai József már a gyolcsot is elhozta, és ebbe tekerték bele, valószínű, hogy a kenettel törölték le Jézus véres testét, hogy aztán el tudják helyezni a sírba. Tehát ez a rövidke, kicsi idő, nagyon zsufolt időzítés volt, amelyben a naplementére este 6, mert ha nap fel kell 6-kor, mert a 12 óra ebből a világos részből állt, nem számított, hogy reggel 6, a mi időszámításunk szerint korábban volt, vagy később volt, vagy az estéli naplenyugta, most a mi időszámításunk szerint sokkal később volt, gyakorlatilag 6 óra volt az este. Tehát délután 3-tól, amikor Jézus Krisztus befejezte az életét, meghalt, a századok meggyőződött, hogy meghalt, az időzítés roppant gyorsan zajlott, asszonyok voltak, akik szemlélték, és bizonyságot akartak kapni afelől, hogy Jézus Krisztus teste sírba kerül, a helyére kerül, hogy aztán az ők tervük szerint tudják folytatni majd a hét első napján, mert szombaton még a bebalzsamozást sem csinálták meg. Talán itt egy olyan zárójelet akkor hangsúlyozni még jobban azt, amit többször is kiemelt, hogy a zsidó rend szerint a mi 6 óránk hajnalban számukra az első óra volt. Igen. Így amikor 3 órát mondanak, akkor az reggel 9 órát jelent a mi számításunk szerint, és a 9 óra az délután 3 óra. Nem minthogyha nem jól hangzott volna el, csak azért ismétlem, mert lehet, hogy egyeseknek fontos, hogy ez megismétlődjön, ez az információ, és a 12 óra pedig este 6 óra, ami számításunk szerint, ami már a naplementét jelezte. Miért fontos a szombat kérdése ebben a megközelítésben, ahogy itt látjuk leírva? Először is a szombat Istentől elrendelt nap, teremtéstől elrendelt nap. Számukra, a zsidók számára nem volt egy probléma ez. Ők vigyáztak a szombat megünneplésére. A probléma nálunk van, a mi időnkben, a mai kereszténységben van az, ami rendellenes a Bibliával szemben. Nagyon sokan a vasárnapi feltámadást összekötik a vasárnap megünneplésével. És ezért sokszor lehet még mi is őrizkedtünk, hogy többet beszéljünk a feltámadás napjáról, hiszen a feltámadás napja nem utal egyáltalán arra, hogy nem kellene megünnepelni a szombatot, hanem a vasárnapot. Tény az, hogy itt találjuk meg ezt a 3 napot egymás után a Szentírásban. Pénteken meghalt, szombaton pihent, vasárnap feltámadott. Részt vettem egy tanulmányi csoportban, és több fordítás állt az asztalon, többek között ott volt az ortodox fordítás is, az ortodox egyház kiadása, és amikor elolvastuk ezeket az ígéket, különösen Lukács evangéliumában, amikor fel van sorolva 3 nap, amikor eljutottunk a hét első napján, az ortodox fordítás zárójelbe odaírja, azaz vasárnap. Amit elolvastam, kérdem akkor, melyik a 7. nap? Az emberek egyszerűen válaszoltak, a vasárnap. Olvassuk el még egyszer. Elolvastuk még egyszer. Kihangsúlyoztam. Újra feltettem a kérdést.
A válasz ugyanaz volt. És akkor még olvassuk el egyszer. És három felolvasás után már resteltem felolvasni. Tehát annyira berögződtünk, hogy már nem is tudunk józan gondolkozni. Figyelni. És figyelni, hogy amit mond az írás, az az igazság, nem az, amit megtanítottak nekünk, vagy amit megszoktunk, vagy amit átvettünk és ismételtünk. Azért ennyire fontos, hogy figyelembe vegyük az, ami történik itt Jézus eltemetése, szombati pihenés és a feltámadása körül. Hozzáfűznék ehhez a gondolathoz csak egyet. A mostani legutóbbi ortodox naptárokban helyre van téve a sorrend. A vasárnap a hetedik. Tévében bejelentették, kommentárok voltak, pro és kontra, de kijavították az ortodox naptárban, hogy a hetedik nap nem a vasárnap, hanem az az első, és a szombat a hetedik nap. Tehát ez most már javítva van, de a nagy közönség ezt nem tudja. Meglepő az, amint Jézus feltámadásának hírét a bebalzsamozásra készülő érkező asszonyok tudják meg. Vajon miért engedte az Úr ezt így, ebben a sorrendben, ebben a folyamatban, hogy az asszonyok legyenek az elsők, akik megtudják, meglátják az üres sírt? Talán az egyik ok a helyreállítás. Jézus Krisztus a válaszfalakat lerontja. A nők helye mindig másodlagos szerepet töltött be. A nők szava hasonlóképpen. Ezért, amikor Mária Magdolna szalad Péterhez, hogy megmondja, hogy feltámadott, nem hitte, és azonnal felkelt és rohant a sírhoz Jánossal együtt. Nem hittek az asszonyoknak, bár az Úr Jézus Krisztus, tanultuk most nemrég a Márk evangéliumát fokozatosan sorjában, az Úr Jézus Krisztus nem egyszer, nem kétszer, háromszor hangsúlyozza a halálát, a pihenést a sírban és a feltámadást, és a részleteket, ami illeti a halálának az eseményeit, és hangsúlyozza mind a három alkalommal a feltámadását. Egyedül Péter rökönyödik meg, hogy mondjam így, és ellenkezik az Úr Jézussal, és azt mondja, hogy távol legyen tőle, ne történjen ez meg vele, az Úr Jézus Krisztus sátánnak nevezi. És visszautasítja, pont azért, mert Isten tervét akadályozni akarja. Tehát Jézus Krisztus tudta, hogy meg fog halni, a megváltás tervében ez részlet kérdés volt, amelyet az Úr Jézus elvállalt, és a tudatosította a tanítványokkal, ők nem csak, hogy nem hisznek, hanem nem is fogadják el az Úr Jézus tiszta, világos kijelentéseit. Az asszonyok helyreállítása pedig mindig, mindenhol az Úr Jézus tevékenységében jelen van. Korlát lettörése. Még annyit engedj meg. Én gondolom, hogy megengedte az Úr, hogy ezek az asszonyok kapják elsőként a hírt, mert ők a hiteles tanúk. Ők voltak utolsó pillanatig ott a keresztnél, ők voltak a szemtanúk, akik látták, ahogy Jézus testét elhelyezték a sírban, most pedig vasárnap reggel csak ők azok, ugyanazok a nevek jelennek meg a Bibliában, akik először látják, hogy a sír üres, hogy Krisztus nincs. És azért mondja az angyal a fehérbe öltözött, ne féljetek, ne ijedjetek meg, nem lopta el senki se a testet, nem történt semmi rendellenes, hanem Krisztus feltámadott. Következő gondolat, ami nagyon fontos, a megüresedett sírral kapcsolatos, és úgy olvassuk Pál apostolnak a Korintusi első levél 15. fejezet 3. 4. verseiben, mert azt adtam előttökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemetetett, és hogy feltámadott a harmadnapon az írások szerint. Miért olyan fontos számunkra ez a tény, hogy a sír az üres, mert Jézus feltámadt, és nem azért üres, mert ellopták a testét? Igen, roppant lényeges, mert ez jövendőlés, ez profécia.
Ez Istennek a hajszál pontos terve. De érdekesnek tartom az előbbi kérdéshez, hozzáfűzök még valamit, hogy az utolsók, akik ott voltak a Jézus temetésén, az asszonyok voltak, a Magdalai Mária, és az elsők voltak, akik ott voltak, és érdekes módon van egy különbségtétel, az asszonyok látják az angyalt, egyet, majd kettőt, hárman két angyalt, a férfiak, akik ott vannak, és Péter bemegy a sírba, azután János is hasonlóképpen, de nem találkoznak az angyalokkal. Érdekes, hogy a kinyilatkoztatás, a bátorítás, ne féljetek, Jézus feltámadott, nincs itt, nézzétek, lássátok a helyet, ahol eltemettetett. Tehát gyakorlatilag az asszonyok találkoznak a hírrel, a bizonyossággal, az angyalok kinyilatkoztatásával, hogy Jézus feltámadott. Nagyon szép volt ez a gondolat, de maradunk a sírnál, ami megüresedett. És a kérdés az, hogy amint olvastuk a Páli levélből, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, hát profécia teljesedett, miért kellett Jézusnak meghalni és feltámadni a mi bűneinkért? Ez egy nagyon bonyolult, hosszadalmas kérdés, de röviden nem térhetünk el előle, hogy megválaszoljuk, és röviden szeretném, hogyha utalnánk rá. Nagyon lényeges azt figyelembe venni, hogy mind a négy evangélista, Pál apostol is legalábbis néhány lépést nem hagynak ki, amikor beszámolnak erről a témáról. Ott van az a négy gondolat, amely megjelenik újra és újra. Meghalt, eltemették, feltámadt, látták. Miért kellett eltemetni, miért támadott fel, miért kellett meghaljon a mi bűneinkért? Hát azért, mert a bűnös embernek szüksége volt Jézus halálára. Jézus halála nélkül elveszettek lettünk volna. De ugyanakkor nem lett volna elegendő csak az ő halála, hanem nekünk szükségünk volt az ő feltámadására is. És ezáltal bizonyította, hogy ahogy az ő élete helyreállítatott, hitáltal a mi életünk is helyreállítatik, akkor, amikor Jézus eljön az égnek felhőjén. Persze ide sok mindent lehetne még hozzáfűzni, nem tudom, ha megengedi az idő. Idéznék igét. Az egyik legfontosabbat a profécia mondja, Ésaiás 53-ban. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá, mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, ezekre a halál, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Ha Jézus Krisztus csak meghalt volna, ha nem támadott volna fel, akkor nem lenne annyira erőteljes, hogy az ő halála profétikus halál, amellyel megvalósítja a megváltást. Még hozzáteszek egy másik szöveget, ezt a Biblia másik aranyok szövegének nevezem én, az ige magyarázatában, a Jelenések könyve 12. fejezet 10. versét. Amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és elkiáltotta, trombita hangként harsogott ez a Jelenések könyve leírása szerint a mennybe, és azt mondja a Jelenések könyve 12. fejezet 10. verse, hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg egyenlő az elvégeztetett szóval, ez egy más kifejezési forma, most lett meg az üdvösség, az erő, az Istenünk országa, Krisztusnak hatalma. Tehát a meghalás egy lényeges rész, a feltámadás, a bizonyosság, hogy Isten igéje áll, és Isten igéjének és Krisztus halála általi győzelmének az eredménye az üdvösség, a sátán levettetése, mert így ezt mondja a 10. vers 2. része. Tehát ha nincsen feltámadás, akkor az üdvösség sem valósulhatott volna meg. Isten országa sem valósulhatott volna. Számos szöveg van még ezzel kapcsolatos. Azt olvassuk, hogy
azt a megbízatást kapják az asszonyok, a 7. verstől olvasom, de menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek. És nagyhamar kijövén elfutának a sírboltból, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket, és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala. Hát a kérdés az, hogy végül az asszonyok elmondták-e a hírt, vagy sem. Beszélni fogunk arról, hogy még kiknek jelent meg az Úr Jézus a következőkben. De a kérdés inkább az volna, hogy Jézus feltámadása, hallottunk már gondolatokat, hogyan változtatta meg a világ menetét, a hétköznapi ember életét, a gondolkodás módját, milyen gyorsan következett ez be, vagy nem következett be azokban a napokban. Tanítványok hogyan dolgozták fel ezt a változást? Tehát a leírásból úgy tűnik ki, hogy pillanatnyilag megfélemlének, és ez úgy könyveldém el, hogy ez a feldolgozási idő volt, amíg ezt a csodát fel kellett dolgozzák az úton haladva. Tény, hogy elmondták a jó hírt, mert Krisztus megfeddi majd a tanítványokat, hogy nem hitték el a jó hírt. Tehát ez tény és valóság. Hogy változott meg a világ? Hát ez a hír megváltoztatta a világot. A tanítványok, hogyha az elején kevésbé beszéltek arról, vagy hogy fejezték volna ki, hogy kicsoda Jézus, és Jézus el is tiltotta nekik, hogy elmondják, hogy kicsoda ő. Péter volt az első, aki elmondta, hogy ő a Mesiás, aztán majd ott voltak a személyek, akiket meggyógyított, vagy akiket feltámasztott, de mindegyiknek azt mondta, hallgassatok. Ugye most a Márk evangélium a utolsó részében megváltozik minden. A tanítványok erővel kezdik hirdetni. Mi láttuk, szemtanúi vagyunk, végül Pál apostol is azt mondja, hogy utoljára megjelent nekem is, az idétlennek, én láttam a szemeimmel. Kíváncsiságból konzultáltam a mesterséges intelligenciát. És kérdeztem tőle, hogy az emberiségnek milyen aránya lépett kapcsolatba az evangéliummal. És meglepett, elkeseredtem, mert a válasz az volt, hogy 30%-a, most már ezek arányok, 30%-a az emberiségnek elismeri, vagy kereszténységhez tartozónak vallja magát, 30%-a olyan helyen lakik, ahol kapcsolatba léphet az evangéliummal, de viszont 40%-a nem lépett kapcsolatba az evangéliummal, és lehetőségük se nincsen, ha Isten nem tesz csodát, hogy kapcsolatba lépjenek az evangéliummal. Na most ez engem elgondolkoztatott. Ha akkor olyan gyorsan megváltoztatta a világ menetét, és azóta eltelt egy idő, és azt, amire megbízta a tanítványokat az Úr Jézus, az érvényes számunkra is, a megbízatást teljesítenünk kell, mit teszünk ebben az időben, hogy a jó hír eljusson az emberekhez. Ez engem foglalkoztat. A kérdés nagyon érdekes, és foglalkoztam vele, semmit sem szólának, mégis szóltak. Nem ír egyformán az evangélium. Én megragadtam egy dolgot, Lukács említ, nem csupán három asszonyt, Márk háromról beszél. És itt van Mária Magdaléna, aki egyszerre ment a másik kettővel, Szaloméval, és Máriával, a Jakab anyjával, érdekes. Majd az evangélium beszámol, hogy a Péter is visszamegy, János is visszamegy, valaki marad. Mária marad. Gyakorlatilag Mária találkozik az Úr Jézussal személyesen, a magdalai Mária, akit az Úr Jézus helyreállított, az ördöngös parázna életéből helyreállította. Mária az, aki nem hallgat. Mária az, aki Péternek személyesen elmondja, Jánosnak személyesen elmondja, és azon kívül az evangéliumok beszámolnak, hogy nem csak három asszony volt, hanem többen mentek már,
a hét első napján, vasárnap reggel a sírhoz. Három készített fűszerszámokat bebalzsamozáshoz. Tehát az elmondás nem volt kizárva. Tehát ha a Márk evangélista így is beszél, a félelem miatt magyarázza egyedül, valószínű, hogy annyira meg voltak ijedve az angyali jelenéstől, fehér, fényes ruhában levő angyalukkal találkoztak. Egy a kövön van, amely elhengeríti a követ. Kettő pedig bent van a sírban. Majd Mária egyet lát, aki vele beszél, majd Mária találkozik az Úr Jézus Krisztussal is, mert marad. A sírnál marad, és nem jön-megy, mint a többiek teszik. Ami illeti a feltámadás csodáját, hát ez roppant, a Bibliában nincs leírva, viszont a profétaság lelke megemlítést méltónak tartom, hogy a Jézus élete 689-es oldaláról elolvassam. A katonák, az asszonyok hallották a szót attól az angyal fejedelemtől, aki a Luciferosznak a helyét foglalta el, ezeket szólva, miután a követ elhengerítette, hogy a sírszája megnyílt, Isten fia, jöjj elő, atyád, hív téged! A Biblia nem írja le ezt a részletet, a profétaság lelke viszont leírja ezt. Végtelenül fontos, és fontosnak tartom ezt a megszólítást, Isten fia, jöjj elő, atyát hív téged, és az Úr Jézus Krisztus kilép a sírjának a száján, dicsőséges fehér ruhában, és a katonák, az őrzők a porba hullanak, mint a holtak, írja, ezt már leírja a Szent Ige pontosan. Végtelenül fontos ez a részletecske, amit fontosnak tartok, és gondolom, hogy valamennyien csodálatosnak is nevezhetünk. Nézzük meg azt a részletet, ami arról szól, hogy nehezen akarták elhinni a tanítványok Jézus feltámadásának csodáját. Úgy olvassuk a 16. fejezetben, a 10. verstől, és elmenvén megjelenti azoknak, akik vele valának, és keseregnek, és sírnak vala. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta vala, nem hívék. Ezután pedig közülük kettőnek jelenék meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mennek vala. Ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hívének. Tehát azt látjuk, hogy egyeseknek megjelent az Úr Jézus, és akiknek megjelent, azok elmondták másoknak, azok pedig nem hitték kik el. Kik voltak ez a kettő? Beszéljünk erről, hogy kik voltak ezek. A Lukács és, 24 írja le ezt. És arról, hogy miért nem tudták elhinni a többiek, vagy nem akarták. A kettő az Emmausi tanítványok, akik személyesen találkoztak az Úr Jézussal, nem mert ők kívánták volna, az Úr Jézus csatlakozik hozzájuk. A Lukács 24 ezt leírja a részletében, és amikor Jézus megkérdi, hogy miért szomorkodnak, bár hallották már a jó hírt az asszonyoktól, csodálkoztak, nem hittek, de az Úr Jézus személyesen kíséri őket, és a proféciákat a Mózes könyvéből, a profétákból és az írásokból magyarázza, hogy a hitüket helyreállítsa. Nem hittek, mert nem emlékeztek már, hogy Jézus Krisztus életében három halottat támasztott fel. A Jairus leányát, az egynapos halottat, a Nain ifjút, a kétnapos halottat, Lázárt, a három napja megholtat, és ezt elfelejtették. Elfelejtették. Nem figyeltek a proféciákra, nem figyeltek Jézus szavára, és ha nem figyeltek Jézus szavára, a hitüknek nem volt alapja. És ha nem volt a hitüknek egy ezt mondja az Isten alapja, ezért a hitetlenség elharapozott annyira, főleg a férfiakban. És érdekes módon az asszonyok kapnak bátorságot, a kinyilatkoztatás csodáját, amelyet ők nem jelenésnek
mondanak, úgy, ahogy a felházban tanítványok egy része, amikor Jézus megjelenik közöttük, nem hiszik, hogy az Jézus. És akkor Jézus az a békesség néktek. Békesség néktek kétszer, békesség néktek háromszor rájuk lehelles a Szentlélek jelenlétében. Jöjjetek ide, tegyétek az ujjaitokat, lássátok, hogy én vagyok, mert a léleknek nincsen teste. Eledelt is kért tőlük. Tehát a hitnek a megerősítése, ez volt a Jézus elsődleges feladata a tanítványokkal, sőt megfeddi őket hitetlenségük miatt. Úgy gondolkoztam, hogy a leszke kiemeli, hogy az első ok az volt, hogy asszonyok hozták a hírt. Ez volt az első ok, amiért ők elzárkoztak ettől. A második pedig az, hogy nekik nehéz volt elhinni, mert ők nem volt fülük a hallásra, mi történt. Jézus, amíg élt, elmondta nekik, harmadnapra majd megyek Galileába, és ott fogom találkozni veletek. Tehát mindent elmondott nekik. Az asszonyok életükben, miután találkoztak Jézussal, vagy a jó hírrel, ez már mind felélet, televené vált, eszükbe jutott, amit Jézus mondott nekik, és most jöttek, és örömmel mondták, feltámadta Jézus. De nem volt kinek mondják. Megváltozik minden adott pillanatban, amiután Péter és János is elmennek a sírhoz, lássák a sír üres, és miután Jézussal találkoznak, akkor tényleg, mikor Jézus eljön hozzájuk, azután minden megváltozik. Miután meg is dorgálja őket, az életük teljesen megváltozik, hozzáállásuk, hitük, tevékenységük. Úgy olvassuk, hogy aztán, amikor asztalnál ülnek, vala megjelenék magának a 11-nek, és szemükre hányá az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, vala nem hívének, és mondta nekik, elmenvén a széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen is megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Mi kell történjen ahhoz, hogy ma, akik hasonló helyzetben vagyunk, mondjam így inkább, hogy vannak sokan, hogy hallják az evangéliumot, hogy Jézus feltámadott, és pont mind a tanítványok valamikor nem hiszik el, hogy elhiggyék. Hogy elhiggyék ezt a valóságot, és megbizonyosodjanak arról, hogy Jézus Krisztus valójában él. Szomorú és fájdalmas az Úr Jézus Krisztus a földi élete, messiási munkájának a vége fele egy kijelentést tesz a hittel kapcsolatosan. Annak okáért, amikor eljön az embernek fia, talál-e hitet a földön? Tanítványok életében is a hit hiánya nagyon nagy probléma volt. Az emberek számára a hit kérdése, nagy probléma, nagy kihívás. Talán, amikor most már a jelen időre gondolva, egyházunkra gondolva, az utolsó időre gondolva, az Úr Jézus Krisztus mondja a Laodiceához intézett üzenetben, végy tőlem, és most csak a hitre vonatkozóan mondom, az tűzben megpróbált aranyat, amely a hit aranya, amely szeretet által munkálkodik. A hit hiánya általános. A hitért való imádkozás pedig napi parancs. A Szentlélek jelenléte és azért való imádkozás, hogy ezt a Lukás 11 aláhúzza, napi parancs. Az utolsó idő nagy kihívása, a hangos kiáltás, a hit által fog működni, hogy az utolsó kihívottakat össze tudja Isten gyűjteni, hogy készen legyenek az ő eljövetele napjára. Tehát a hitetlenségnek oka van, az egyik oka, hogy nem olvassák a hitet ápoló ígét. És amikor ezt hittel olvassák, vagy hittel hallgatták volna a tanítványok, akkor egészen más lett volna a hozzáállásuk. Az előítéleteknek nagy szerepe van, ez még meg volt említve, hogy ők másképp képzeltek el mindent, és emiatt ez beárnyékolta az ők hitüket, az ők szolgálatukat, mesterükhöz való kapcsolódásukat. Hiszen manapság az emberek azt mondják, milyen jó nektek,
hogy ti hisztek. Mások pedig azt mondják, jaj, hallgass, ne megmond. Nem akarom tudni, mert akkor az Úr kérdőre fog vonni engem. Tehát van, aki azt mondja, nem tudok hinni, de van, aki azt mondja, nem akarok, nem is akarok erről hallani. Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy e két helyzet között mégis tudjuk feltárni azt, aki Istennek jobbján ül, aki megígérte, hogy visszajön. Sokszor félünk ettől a nagy küldetéstől, megbízatástól, hiszen nekik azt mondta, ne féljetek. Azt mondta, veletek leszek a világ végezetéig, és nem csak úgy némelykor, hanem azt mondja, minden napon veletek leszek. Ugyanezt ígéri nekünk is. Ne féljünk. Bátorsággal mondjuk el, hogy Krisztus megfeszítették, meghalt, eltemették, feltámadott, látták, mert a tanúknak volt eredményük. A tanúknak volt eredményük. És ha nekem is van tapasztalatom vele, én is találkoztam vele, akkor az én munkámnak is lesz eredménye. Olvastál egy szöveget, aláhúzom. A hit hangsúlyozása. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Tehát aki nem hiszen, nem is keresztelkedik meg, nem is fogadja el Jézus személyesen. Gyakorlatilag az örök élet nem más, mint a megismerés. A hit nem más, mint Krisztus megismerése, a vele való járás, és a hit, az ígébe vetett hit, a Szentlélek jelenlétével való látás. Gyakorlatilag itt már arról beszélünk, hogy az, amit elhiszünk, azt meg is éljük. Jézusnak... Ez már a cselekvés is ide épül. Igen, és így lesz teljessé az embernek a hite, mert végül is a tanítványok is ezen a tapasztalaton mentek át. Elhitték, hogy Jézus él, találkoztak vele, és gyakorlatilag alkalmuk volt együtt járni, elfogadni az ő tanítását, ugye keresztre feszítés, feltámadás után is. Most ez a mindennapokban, ez hogyan kell megvalósuljon a mi életünkben, a hívő közösség életében ez a folyamat, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Nem elméletileg csupán, mert az elmélet nélkül nincs gyakorlat, hanem gyakorlattal együtt. Hogy látjuk ezt? Hát a valóság az, hogy sokszor azt mondjuk, vagy azt mondják az emberek, hiszek, de majd tenni fogok. Találkoztam olyan személyekkel, akik azt mondták, én hiszek. Én hiszem, hogy a szombat az igaz. Én hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt, feltámadott az én bűneimért. Én hiszem, de várom a nyugalmazás idejét. És ismerek olyan szemét, akinek nem jött el a nyugalmazás órája. Meghalt. Mert meghalt azelőtt. És ő azt mondta, hiszek, de soha nem fogadta el az Úr Jézus Krisztus, nem ültette gyakorlatba azt, amit hitt. Olvastam egyik könyvben, hogy régi nyelvekben nem volt két szó. Az egyik azt mondja, hogy hiszek, és a másik az, hogy teszem is. Hanem amikor azt mondta, hogy hiszek, akkor tette is, és amikor tette, azt mondta, hogy én hiszek, azért teszem. Valahogy így kellene tegyünk mi is, vagy így kell tegyünk mi is, hogyha Jézus Krisztushoz közeledünk, ő a mi barátunk, ő a mi megváltunk, vele együtt csak azt tehetjük, amit nála látunk, és jó, ami példaképünk, mi nem teszünk más egyebet, csak követjük őt. Nem minden, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, mondja a Máté Evangélium 7. fejezet 21. verse, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez az ember kősziklára épít, ez az ember Jézussal jár, vele jár, és ránéz. Találunk a Máté Evangéliumában, a Márk Evangéliumában egy csodálatos gyógyítást, amelyben az Úr Jézus egy vakot gyógyít meg, fokozatos helyreállításként kezét ráteszi a vaknak a szemére, és megkérdezi, ha lát-e valamit. Csak járó fákat látott. Azután nem csak a nyálát teszi Jézus a szemére, hanem az, hogy a feltekintette vele, így mondja Károly fordítás, megkéri, hogy emelje fel a fejét, emelje fel a tekintetét. És amikor felemelte a tekintetét, látta tisztán és messzire proféciákat, az igét, az eseményeket,
Tehát a hithez van kapcsolva, a Jézus szemével való találkozáshoz van kötve a hit, és a látás, és a bízalom, amely elvezet az áldott reménységhez. Záró gondolatként beszéljünk az Úr Jézusról, hiszen azt olvassuk a Márk evangélium a 16. fejezet 19. versében, az Úr azért, minek utána szólott vala nekik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus az Istennek jobbjára ült? Miért fontos számunkra ez az igazság ma? Amikor az Istennek jobbjára ülésről beszélünk, ez azt jelenti, hogy az emberek visszautasították, ő eljött, hogy megmentse őket. Miután elvégezte a szolgálatot, a menny visszafogadta Jézust, és azt a helyet, azt a pozíciót foglalja el, ami megilleti azt, aki elvégezte ezt az áldozatot a bűnös emberiségért. Az embereknek elhinni, nekem elhinni, ez először is azt jelenti, hogy higgyem el, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. Amikor ez meggyökerezik az én életemben, akkor már nem nehéz azt megérteni, hogy mit jelent az, hogy az Istennek jobbjára ült a mennyeknek országában. A Istennek jobbján való ülés megtisztelés. És egy olyan kiváltságos helyzet, amelyben Jézus megígérte, hogy aki benne bízik, és őt elfogadja, az majd vele fog ülni, Jelenések könyve 3. fejezet, 21. verse, a trónon. Az győzelem, amelyet Jézus kivívott, és Sátánt legyőzte, miután mennybe ment, és ott van a csodálatos kép, amelyben Jézus és az a csapat, aki feltámadott, az Úr Jézus Krisztus feltámadás, akkor erről nem beszéltünk, mert lényeges gondolat lett volna, amely nem is kevés volt, egy nagy csapat, különböző időkből Jézus Krisztus feltámadásakor feltámadtak, és ők is bizonyságot tettek Jeruzsálemben Jézus feltámadásáról, és le van írva tisztán, én győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Hasonlóképpen Jézus megígéri, hogy akik győznek, tehát az Isten maradék, akik hisznek és Jézussal járnak, vele fognak ülni, mi győztesek az ő trónján. Ez miképpen valósul meg, ez valami csodálatos dolog lesz. Ezért egyenesen megrendítő, de ugyanakkor az agyunkat meg haladó, csodálatos ígéret, a győzelmi helyreállítás Isten népe számára, és azok számára, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Adja Isten, hogy ez valóság lehessen. Amen. Záró gondolatként marad egy utolsó kérdés, és ezzel zárjuk a beszélgetést, mert azt olvastuk, hogy azt mondja az Úr Jézus, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Az evangélium hirdetése öröktől fogva van, amióta ember teremtett az Isten, ez a mi földünkön, de az evangélium a jó hír, amióta Isten alkot és teremt, ez az örökké valóságban mindig megfogalmazódott. Számunkra egy kicsit másképpen, mint az el nem bukott lények számára, van egy többlet, és ebben a többletben benne van az Úr Jézus Krisztus. Hogyan lehet ezt napjainkban, ezt az evangéliumot átadni? Tapasztalt lelkipásztorokkal ülök szembe, akik átmentetek sok élményen, sok tapasztalaton, a múltban olyan időszakokon, amikor az evangéliumot nagy erővel és nagy befogadással lehetett hirdetni, ma pedig egy kicsit megváltozott a világ, másképpen működnek a dolgok, nincs az a nagy befogadó készség, képesség, talán csak a mi környékünkön, talán a világ másik részén, más táján, igen. Hogy hirdessük az evangéliumot? Az evangéliumot nagyon szép hirdetni. Ahogy említetted, megváltoztak a módszerek. Ha régebb egy plakáttal megtelt egy kultúr,
most vihetsz egy kamion plakátot, és lehet eljön egy személy. És szép idők voltak, amikor emberek megnyitották szívüket, és egy-egy evangelizáció után embereknek tízei adták át életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Hiszen ma se nem vagyunk tehetetlenségben. Ma megváltoztathatjuk a módszereinket, ugyancsak Jézust, a jó hírt visszük el. Én elmondok nektek egy nagyon-nagyon rövid tapasztalatot a palatkai szolgálatom nyomán. Palatkán megpróbáltunk evangelizációt, nem jött senki, ha eljött egy-két személy. Már másfél éve megy egy meleg ebéd program. Elindultunk, azt mondtuk, 6 hónapig. Lássuk, hogyha eleget tehetünk, bírjuk anyagilag, bírjuk fizikailag, lesz, aki elkészítse az eledelt, lesz, aki kiszállítsa az eledelt. 6 hónap után kiértékeltük, minden rendben volt, a testvérek lelkesedtek, megyünk tovább. Higgyétek el, megváltozott a kép, amelyet kialakítottak az emberek az adventistákról. Teljesen másképp tekintnek. És azt mondják, de ti meg akarjátok téríteni ezeket azért. És a testvérek azt mondták, mi nem is azért viszünk valakinek kaját, hogy megtérítsük. Ha akar, Isten legyen dicsőítve. De mi azért viszünk, mert létezik egy szükség. Megálltak az át, a ti szüleitek nem így beszéltek volna, de most, amikor szembeállsz velük, az az előítélet már nem létezik. Amikor egy évvégi koncert volt, most megtelt a kultúr a falu embereivel, mert a testvérek egy kicsit változtattak a módszeren, hiszen az evangélium a jó hír, hogy Krisztus megszületett, hogy Krisztus meghalt életünk, hogy Krisztus feltámadt, és megígérte, hogy visszajön, ez tovább van adva, és az emberek elfogadják ezt a jó hírt. Engedjétek, hozzáfűzzek még valamit a bibliai krisztusi tanácsot. A tanítványok képesek lettek volna 3,5 év után Jézussal járva elvégezni azt a szolgálatot, amelyet később elvégeztek? Nem. Hitetlenek is voltak, ezért az Úr Jézus, hogy maradjatok Jeruzsálemben. A Lukács evangélium a 24. fejezete azt mondja, maradjatok, míg veszitek az én atyám ígéretét. Majd az apostolok cselekedete 1:8 azt mondja, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön, rejátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, a föld végső határáig. Maradjatok a megtérés helyén, maradjatok alázatban, ameddig eltávolítjátok az akadályokat a szívetekből, lelketekből, és én adom az erőt, a Szentlélek kiáradása, a megoldás. Lukács 11 határozottan állítja, hogy a Szentlélekért imádkozni kell. Ha nem imádkozunk a Szentlélek erejéért, akkor minden eredmény hiába való. Az emberek hitetlenek, s a hitet is a lélek jelenléte az ige által adja. Tehát ha győzni akarunk, akkor a dicsőséges negyedik angyal jelenlétében, a Szentlélek erejében tudja Isten befejezni általunk gyarló, szerencsétlen, nyomorult, nyavaják, szegény és vak emberek által befejezni az ő dicsőséges munkáját. Adja Isten ezt nekünk. Még annyit engedni, nem tudom, az idő megengedi. Érdekes, hogy a testvérek azt mondják, még nem vagyunk felkészülve, nem megyünk. Kérdésem az, hogy meddig kell álljunk, hogy felkészüljünk? Meddig kell várjunk, hogy felkészüljünk? Ameddig veszünk erőt. És hogyha gondolok a szikletet írónőre, azt mondja, hogy amikor kiléptünk és kezdünk dolgozni, olyan dolgok oldódnak meg, amelyek másképp nem oldottak volna meg. Tehát figyelembe kell vegyük, hogy imádkozz és dolgozz, ez a kettő kéz a kézben megy, amíg nem késő, amíg az idő nem jár re, amíg emberek nem vesznek el, és nem hallottak volna az evangéliumról. Ne feledjük azt a 40%-ot, akik még
azt mondja a mesterséges intelligencia, hogy még nem volt lehetőségük, hogy kapcsolatba lépjenek az evangéliummal. Én köszönöm ezeket a gondolatokat, záró gondolatokat is, tapasztalatokat, ezt a beszélgetést. Teljesítse be a Jóisten ezeket a nagyszerű üzeneteket, amelyben az elmélet és a gyakorlat összefonódik. Isten szent lelke által hívjon el bennünket még erőteljesebben, hogy válaszoljunk és elvégezzük a munkát. Amen. 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 Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak, nem csak a mai alkalommal, hanem az egész elmúlt negyed évben. Márk evangéliumával foglalkoztunk. A Márk evangéliuma Jézus Krisztus személyét helyezi középpontba. Jézus Krisztust igyekeztünk közelebbről megismerni. Hiszem, hogy az elméletben sikerült, a gyakorlatban vajon sikerült-e? A gyakorlat nagyon fontos, ugyanolyan fontos, mint az elmélet, és kívánom azt, hogy ez a tanulmánysorozat segítsen abban, hogy minél több alkalommal tudjunk felzárkózni, hogy gyakorlatban is megtegyük azokat a lépéseket, amelyek szükségesek, hogy hitben növekedjünk és megerősödjünk. Egy hét múlva szeretettel várom Önöket, amikor egy újabb tanulmányt fogunk elkezdeni, 3 hónapon át átbeszélni, áttanulmányozni. Ha kíváncsiak erre a témára, ami előttünk áll, akkor tartsanak velünk egy hét múlva, és minden egyes alkalommal a viszontlátásra.